Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Card hun és a mai videóban Harry Potterrel megyünk tovább, méghozzá ezekkel a Panini Contact Trading Cards Harry Potter kiadással. Ez egy ilyen blister-szerű kis dolog, amiben egy össze van sűrítve néhány csomag, amit láthatjátok. Elég jól néz ki, ahogy meg van csinálva. Nem kis izgalmas leírás, 2250 újságárós hipermarket, elég sok helyen meg tudjátok venni, ott kell keresni ezeket. Na, van nekünk négy csomagunk, illetve két limitált kiadású kártya, úgyhogy összesen azt írja 22 darab. Azért ez nem rossz, szerintem. Aki nem tudná, nem ismerni annyira ezt a sorozatot, annak mondom, hogy ehhez a gyűjtő albumhoz, ez is ebben a designban készült, tehát ide tudjátok szépen itt berakosgatni. Én már így párat, amit nyitottam, azokat elraktam, így néz ki a kártya design is. Tehát erre kell számítani. Erről a videót jobb felsőben láthatjátok, egy starter pakkot bontottunk. Most pedig nézzük meg, ami a lényege tulajdonképpen most ennek a felvételnek át is vágom ollóval, mivel azért elég kemény műanyag van itt, de a csomagok könnyebben bonthatóak. Nézzük a limitáltat. Az is nagyon izgalmasnak tűnik. Fel lefelé van kettő, illetve a négy csomag, ami ebbe a videóba lesz. Egyik limitált, van itt nekünk egy Harry, Ron, Hermione, 3 -as. tök jól néz ki, piros kerettel, azt különbözteti meg Oké, okay, na várjunk, kicsit összesűrítjük. Ide jöhetnek. És egy Voldemort eléggé közelről lefotózva kielemezhetjük. Nagyon izgalmas. Szuper. Oké, okay. na ez nem volt rossz. Nézzük a csomagokat. 140 kártya, 70-70 sima csillogós eloszlásban. Mindegyiknek van a végén egy ilyen kis leíró füzetecske, mindenféle hasznos információval, hogy hogy kell játszani, meg ilyenek, mert lehet ilyen kis játékokat játszani ezekkel a kártyákkal. Na, de most a lényeg, hogy miket nyitottunk. Van itt nekünk egy helyre, itt a szám, hogy hogy kell az albumba, telefon, mágia minisztériumba, aztán vonatállomás, és a csillogósok. Nagyon szuper, teljesen jól néznek ki ezek a lapok. Hát mennyi a csillogós előre. Oké, okay. hmm -hmm. hova rakjam. Vagy csináltunk külön kategóriát. Itt a simalap, itt pedig a csillogós, és akkor majd így megnézzük a végén, hogy alakult. Következő. Oké, okay. még egy füzet. Ron. Aztán itt mindenki, hogy a Griffendél készül a Quidditch matchre. Van itt nekünk egy ilyen standard is képünk. Ú a vonat! De jól néz ki! Nagyon jó minőségűek amúgy a kártyák és a fotók is. Eszméletlen ez is. És egy bagoly. A rend Oké, okay, ebbe több volt a csillogós. Ez így nem rossz. És akkor még van két csomagunk, amiből gazdálkodhat. Ú, hát, ha nyitunk valami jót, Üzet, pitom. Ginny, még ilyen kisebb korába. Három fejű kutya. Ó, egy duplikét, azt hiszem, ez már volt. És ez is volt. Hát hiszen itt voltak, igen. Ö, na mindegy, hát ez nem, nem olyan jó, de hát tudomásul kell venni, simán lehetnek duplák, amiket aztán majd el lehet cserélgetni. Oké, okay, utolsó csomag Oké. Okay. Dámlidor, ez is egy korábbi részekből van, még az elejéről. Itt az eszkabani fogolyból van, itt nekünk hármas, megint csak eszkabani fogoly, wow, és Harry Dámlidor a végére. Nagyon király, nagyon rendben vannak a minőség terén ezek, úgyhogy ezért is nagyon megtetszett ez a sorozat. Na nézzük, szerintem érzése csillagosból azért több volt. De hát volt duplikét, ugye azt ne felejtsük el. Illetve itt voltak a limitáltak oldalt. Hoppá, az se volt rossz azért. És a sima lapok, ezek is az album részét képezik, úgyhogy ugyanúgy fontos a kigyűjtésük. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett, ha igen, érdekel, más mindenféle kártyák, jön még Harry Potter is, ha szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Köszönöm, hogy itt voltatok!